Az említett média információi szerint 2 év után vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a Dombóvári Futballklubnál a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának Tolna megyei vizsgálati osztálya. A 2 volt egyesületi vezető közül P. Attila sikkasztás és költségvetési csalás, T. Zoltán pedig költségvetési csalás miatt állhat bíróság elé abban az esetben, ha az ügyészség is megalapozottnak találja a hatóság megállapításait. A botrány 2 éve robbant ki. A korábbi DFC elnök P. Attila 2016. június 20-án mondott le a posztjáról. Szabó Loránd polgármester szerint már az átadás átvételi procedúránál kiderült, hogy az egyesület kasszájából több mint 5 millió forint hiányzik. Ezen kívül több olyan számlát is találtak, amelyek mögött feltételezhetően valós teljesítés nem történt, hangsúlyozta az önkormányzati vezető. Mindezek után megérkezett a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a hiánypótlás az úgynevezett TAUS pénzek elszámolásával kapcsolatosan is, amelyből kiderült, hogy 2 fűnyíró traktort is beszerzett a klub korábban, darabját 4,3 millió forintért. Már akkor gyanús volt, hogy a 2 haszongépet csak papíron vehették meg a helyi Humánpark DKFT-től, amelynek a Fidesz egy volt önkormányzati képviselőjelöltje a vezetője. Minden esetre mindezek miatt mintegy 15 millió forintnyi támogatást vissza kellett fizetni a DFC-nek a Magyar Labdarúgó Szövetség számára. Ha tényleg per lesz a dologból, és annak végén elítélik a 2 volt vezetőt, az alig hanem jogtörténeti esemény lesz, miután a társasági adókedvezményből származó pénzeknél semmivel sem lehet ma jobban maszatolni. A 2 dombovári sportvezető neve a közelmúltban egy másik botrány kapcsán is felmerült. A Dombovári Fotisuli Egyesület U15-ös csapatának egyik tavaly őszi mérkőzésén megjelentek az MLS Tolna megyei igazgatóságának emberei és a szervezet független szakértői, miután nagy valószínűséggel egy korábbi meccset megóvott a gárda egyik ellenfele. A játékosok ellenőrzése során legalább 3-ukról az derült ki, hogy a személyazonosságuk és az igazolólapjuk nem egyezik. A labdarúgó szövetség az ügyben rendőrségi feljelentést tett okirathamisítás miatt, a DFE érintett csapatait pontlevonással sújtotta, az egyesület elnökét és 2 edzőjét hosszabb, rövidebb időre eltiltotta mindennemű sporttevékenység végzésétől. Stábunk felkereste a Nemzeti Adó és Vámhivatalt az üggyel kapcsolatban, ám ott azt az információt kaptuk, hogy azt már a Tolna megyei főügyészség tárgyalja.